Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Ez már a Start Plus, az első vendégünk pedig Farkasházi Tévadar humorista, akivel péntek reggelente szoktak itt a Startban találkozni, de most pénteken már nem tudna velünk lenni, mert hogy kezdődik a szárszói találkozó, ezért szerdán látjuk vendégül. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi lesz idén Szászon? Ugye 93 óta van az az értelmiségi találkozó az ön kertjében, Balatonszászon, amit nagyon már nem is kell magyarázni a nézőknek, mert biztosan mindenki hallott róla. Hát volt egy öbke 10 év szünet a szocialista kormányzás időszakában, nem akartam, hogy a lobbisták lepjék el a kertet, és aztán néhány éve eszembe jutott, hogy hát 2010-ben az arcunkba vágtak egy kesztyűt, és ideje lenne felvenni nekem is a kesztyűt. Én más nem tudok csinálni, mint ezt a hagyományt folytatni. Tehát ez egy kimondottan ellenzéki műfaj? Nem így indult, de ma már úgy tűnik, hogy ez. Nem én vágtam kettébe az országot, nem én lettem idegen szívű, nem az én magyarságomat firtatták, nem az én hazaszeretemet vonták kétségbe. Én ezt nem fogadom el. Én egy vendéglős vagyok, a Cyrano-ból a Ragenó, aki vendéglátok embereket. Két éve lehetett azt mondani, hogy összefogás, ma már ez egy szitok szó, úgyhogy azt mondom, hogy összehozás, az én feladatom az összehozás. Minden évben van egy jelvény, Leocki Karcsi, az ország egyik legkitűnőbb rajzolója, pár éve meghalt, de előtte csinált egy jelvényt, és eljöttünk egy jelvénytervezetet, szállsz, hogy ez ma is aktuális. Nem tudom, hogy meg lehet-e mutatni, mert elég pici. Ez lényegében két pártot jelent, akik egymásra szemben masíroznak. Az egyik azt kiabálja, hogy erre, a másik azt kiabálja, hogy merre. A két párt érdekessége nem politikai párt, hanem két társaság, hogy mind a kettő az ellenzék oldalán található, és van egy harmadik jelentős társaság, amelyik azt kiabálja, hogy sem erre. Na most ez fából vaskarika. Nekem nem illik elmondanom, hogy képzelem el Magyarország jövendő sorsát, különben se akarok a kis gondolkodók sorába belépni, de próbálok helyzeteket teremteni. Akkor mondja azt, hogy képzeli ezt a következő hétvégét? Mi lesz idén Szászon? A következő hétvégét úgy képzelem, hogy 32 fok lesz, néhány internetes portál majd igyekszik tönkretenni, ahogy azt megtette az elmúlt években, ez a legkevésbé sem izgat, igyekszem, hogy jó hangulat legyen ott, senki ne rázza az öklét, és rávegyek embereket arra, hogy jó, ez egy ilyen germanizmus, hogy csinálni kell. A televízióban rádiószerkesztőként dolgoztam, és mindig kezdtem mondani, hogy a következő vágást hogy csináljuk, hogy így meg úgy képzem, és mindig azt mondta a technikus, hogy csináljuk, majd közben kiderül. Tehát a Napóleon is menetelés közben találta ki a dolgokat, tehát nem óriási stratégiákat kell kitalálni, meg messiást keresni, csinálni kell. Programot sem kell előre kitalálni? Nincs program? Hát szokott lenni Szászon azért időnként valami fajta program, illetve azt lehet tudni, nem tudom, mennyire egyeztetett, hogy kik azok, akik felszólalnak. Ha butaságot mond, akkor leúrogják a többiek, vagy ellenvéleményüket fejtik ki. Van számos elképzelés. Hát itt a Jobbik az egyik alapvető téma, mert bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, hogy 5 éve az arcunkba vágtak egy kesztyűt, de most idén vagy tavaly még egyet. Itt az egyik nagy néppárt mellett alakul egy másik néppártá alakuló társaság, és emellett van egy teljesen szétaprózódott ellenzék. Itt az előbb hallottam Vágó urat, aki elmondta, hogy micsoda, ő azért elmen olyan helyekre is, hogy ide meg oda, meg nincs ellenére a pártok, azért ő se jön Szászra, nem ér rá, nem akartam itt most ezzel megbántani. Idén is hívták? Igen, igen, de bocsánat, ha futballozom, és ha edző vagyok, akkor sose az izgat, hogy ki nincs a csapatban, vagy ki sérült, és nem sóhajtozok, hogy a Détári, meg a Nyilasi, meg a Törőcsik nem játszik. Egyrészt azok rég visszavonultak, hanem azt nézem, hogy most ki játszik. Említette az előbb, hogy az online portálok megnehezítették a dolgukat az elmúlt években. Nem volt ennek tanulsága? Van, amin változtattak aztán? Akár már tavaly, akár idén hát, ennek következtében? Ha fölakasztom magam, akkor talán nagy örömet szereznék nekik. Ezen kívül van olyan portál, amelyik 15 éve egy jó szót nem írt róla. Én néha... Ugyanúgy be fogják engedni ezeket az újságírókat ennek dacára? Ez csúnya dolog, a beengedés természetesen mindenkit. Azt nem mondom, hogy ha a Kurucinfo jön, akkor,
akkor ott lesz, de mindenkinek, az EHO TV-nek, a Magyar Hírlapnak, a Hír TV-nek, az MTV-nek, mindenkinek küldtünk meghívókat. Korábban már lehetett, láttunk olyat, hogy a YouTube-ra feltöltöttek előadásokat, sőt saját csatornája is volt a Szerszói Találkozónak. Ez idén is így lesz? Igen, igen, megpróbáljuk, mert mindig van, szóval hogy mondjam, a fanyagás az nem érdekes, mindenkinek joga van kritizálni bármilyen találkozót, csak nem tudom, hogy az aktivitást miért kritizálják, meg miért vislatják egyes embereknek a korát. Elmondom a három legfiatalabb Szerszóit, akivel Szerszón találkoztam, vagy négyet, ötöt. Peti Györgyöt, aki halál előtt eljött, Faludi Györgyöt, Mélyai Tibort, idén a legfiatalabb Heller Ágnes lesz. A fiatalság, a szellemi fiatalság az nem életkor függvénye. Tehát a sem erre, az nem vezet. Tehát most hívjam össze azokat, akik azt mondják, hogy sem erre, hogy itt 20 évig dögvész lesz, és nem lehet semmit csinálni. Ebben nem tudok beletörődni. A legérdekesebb és legmeghatóbb és talán legszívszorítóbb lemondás, hogy szívesen eljönnék, de az unokámra vigyázok külföldön. Ez gyakori? Hát eddig még nem találkoztam vele, és most talán 10 is ezt mondták, tehát a gyerek már kim van, nem biztos, hogy hazajön, nem valószínű, hogy fejedelmi állásokban van, vége az iskolának, vége az óvodának, olcsón elmehet nyaralni, értelmiség júniusban nyaral, és akkor kimennek a nagyszülők vigyázni, így legalább látják az unokájukat. Magyar Értelmiségi Sors 2015. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és további jó előkészületeket, gondolom, hogy sok munka van még a hétvégéig. Remélem szórakoztató a 200 vendég részére.